végre létrehoztunk egy zöld baloldali pártot. Ez egy nagyon nagy adóssága volt a magyar politikának, szerintem az, hogy az Orbán rendszere létrejött, és ezt a kétharmadot a demokrácia lerombolására fel tudta használni, ezt azért is tudta megtenni, mert nem volt egy olyan politikai erő, ami képes lett volna egy olyan jövőképet kínálni a társadalomnak, amivel meg lehet állítani a középosztály leszakadását, szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségeket. Tehát az alkotmányosság azért tudott kiürülni, mert a magyar társadalom jelentős része elszenyedett. Mi most egy olyan pártot hozunk létre, amelyik a demokrácia ügyét és a társadalmi igazságosságot egyszerre képviseli.